Négy fiatal zongora művészt mutatunk be most önöknek. Egyikük sem fejezte be még tanulmányait, harmad, illetve másodévesek a zeneművészeti főiskolán. Mégis már most olyan szokatlan tehetséggel jelentkeznek, hogy produkcióik a szélesebb nyilvánosság elé kívánkoznak. Szerencsés véletlen, hogy szemeink előtt egy időben négy ilyen rendkívüli tehetség nő fel. Most mi az, ami rendkívüli az ő játékukban? Elsősorban az, hogy az idős művészek elmélyültségével muzsikálnak, olyan nyugalom és harmónia árad játékukból, amely többnyire a 40-50 éves életkorú művészek tapasztaltságának és bölcsességének jellemző. Ehhez társul még a koruknak megfelelő lobogás és lendület, nos, e kettő ötvözete az a rendkívüli muzsikálás, amelyel a fiatalok bámulatba ejtik tanáraikat és hallgatóikat egyaránt. Falvai Sándor, harmadéves a zeneművészeti főiskolán, de azt hiszem első TV interjú, de ez ugye? Ez az első, igen. Meg vagy illetődve? Hát egy kicsit talán. Semmi jog sincs rá, Pecher Mihálynál tanult. Igen, harmadéves vagyok. Van valamilyen koncertmúlt, külföld? Külföldi koncertjeim nem voltak eddig még. Tavaly játszottam májusban a Filharmónia Kamara termében, egy szóló estem volt. Tehát ez nem növendékhangverseny volt, hanem rendes. Milyen műsorral? Schumann Gémol szonátáját, Liszt Hámol szonátáját, a Bartók szonátát, Mozart Cémol szonátáját és három Scarlatti szonátát játszottam.
Ránki Dezsővel azt hiszem, mint rutinos koncertező művésszel beszélhetek, mert túl van egy versenyen, és azt hiszem korban is legalább fél évvel idősebb vagy a legfiatalabbnál, tehát már mennyi? 18? 18. Ugye? Most Ránki Dezső karrierje a zwickaui Schumann versenyen kezdődött. Elit olyan kirobbanó sikert aratott, amely a sajtóban is megillető helyre került. Az egyik napilap azt írta, hogy olyan pianista csoda lépett a dobogóra, amely generáción belül legfeljebb egy-kettő akad. Mikor volt ez a verseny? Ez 69 novemberében. 69-ben. Azóta hallottam tőled egy Schumann fantáziát a rádióban. Azt jelenti ez, hogy Schumannhoz vonzósz, romantikusnak érzed magad? Nem? Nem, hát mindent nagyon szívesen játszom, barokk, klasszikus és moderneket is. Aki a mestered a főiskolán? Kados Apál és Máté Miklósné. Thank you.
Bantos István, harmadéves, Solymos Péter. Ilyen fiatal korban beszélhetünk egyáltalán hangverseny múltról. Voltál-e külföldön? Hát nagyon kevés helyen voltam, hát most visszafelé talán megpróbálnám ezt a pár dolgot. Múlt nyáron voltam kint Bayreuthban, a nemzetközi ifjúsági táborban. Ott Bartók harmadik zongora versenyét játszottam. És közvetlenül utána volt Schlüchternben, ez Frankfurttól körülbelül 100 km egy ilyen üdülő város szanatóriumban, ott nagyon szép helyen, egy szóló koncertem. Előtte való évben voltam Lengyelországban, Krakkóban, Katowicében, és azelőtt pedig Prágában, szintén volt egy ilyen ifjúsági összejövetel, és azon vettem részt. Kocsis Zoltán másodéves, a korban is fiatalabb vagy a társaidnál, vagy pedig ez csak látszat? Igen, én vagyok a legfiatalabb. Legfiatalabb? 17 és fél éves. Mestered? Kados Apál tanár úr. Itt a folyosón láttam, hogy Ránki Dezsővel sétálsz, mint meghitt barátság jellegű volt ez a séta. Régóta ismeritek egymást. Igen, hát harmadik osztálytól kezdve járunk iskolába együtt. És zenébe is egy év folyamra. Kados Apál tanárunál vagyunk mindketten egy év folyamon. És nem szoktatok két zongorán játszani? De. Négy kezest, két zongorát. Talán még jazzt is. Jazzt azt nem. Nem szereted a jazzt, nem? Szeretem a jazzt.
csak együtt nem játszunk. Nem is a szabad idődet, mivel töltöd? Olvasgatni szoktam, meg nagyrészt a barátaimmal járok moziba. Thank you.